Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma este egy olyan vendéget invitáltam meg ide a Fehérvár Televízióba, aki a semmiből egy új, másik világot épített. Egy olyan edzőt, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhet a Székesfehérvár és a magyar úszósport, és aki pontosan ezért, élve azokkal a lehetőségekkel, amelyeket ez az élet út biztosított, mindent megtett azért, hogy valóban az élvonalba kerülhessen a székesfehérvári úszósport is. Vendégem Dániel András, tisztelettel köszöntelek. Estét kívánok, aki, szervusz. Aki május 1-én átvette Székesfehérvár sportjáért elismerést, május 1-én a munkaünnepén, én azt gondolom, hogy igen, az a 40 évi munka, az valóban egy olyan folyamat volt mindenestől, ami azzal telt, hogy reggeltől estig, a nap 24 órájában gondolkodva és tetterősen tetted azt, hogy az úszást megtanulják és eredményesek lehessünk. No, de hol kezdődött? Hogy hát, lesz valaki először is úszó és úszóedző? Igen, hát amikor az ember apró gyermekkorában a szülei leviszik, hogy akkor megtanuljon úszni, akkor vagy megszereti a vizet, vagy nem szereti meg. Hát én megszerettem a vizet. Olyannyira szerettem meg, hogy ez a szeretetnénk ma is kitart, és már a gimnázium alatt is mindent, amit lehetett, elvégeztem, iskolákat, különböző úszó oktatási tanfolyamokat, és mindent, amit azon a szinten lehetett. És akkor érettségi után, tehát a szüleim persze mondták, hogy válaszolt egy normális polgári foglalkozást, legyél ez, legyél az, de hát én nem. Én nem tagadtam a víztől, ott szerettem volna maradni, felnőtt fejjel is, és leszerelésem után Székesfehérvárra kerültem, illetve itt voltam katona, és Székesfehérvárra kerültem, ahol is egy Hírs Károly nevű általam jól ismert úszóedző dolgozott, Öregyebb Cselászlónak volt az edzője, ez az Öregyebb Cselászló az annak idején a Mateszt is megverte, aki később világcsúcs olimpiai bajnok lett hátúszásba, és ő azt mondta, hogy neked itt kell maradni, én úgyis el akarok menni a városból, nagyon szeretném, ha itt maradnál, össze foglak ismertetni itt a városi sportvezetőkkel, és vedd át tőlem ezt a kis szakosztályt, ilyen 20-30 gyerek úszkált akkor. Érdekes volt ez az időszak, én magam is emlékszem rá, hiszen számtalan, majd ez szóba kerül számtalan, Vasvári testnevelés tagozatban számtalan remek úszó volt az osztálytársam, ugye Sáringer, Karcsis, Mohai Adrián, Csekis, Ági többek között. Így van. És az úszás bármennyire is működött, valahogy nem került a középpontba soha. És ez változott meg egyébként azzal, hogy megérkeztél. Tehát nem voltak eredmények, és nagyon-nagyon kevesen választották. Nagyon sokan megtanultak úszni, viszont versenyszerűen nagyon kevesen tették ezt. Így van. Ugye az úszás ez egy elég monoton sport, tehát faltól falig úszni kell, medence alját kell nézni, nagyon sok órát egy nap, és hát ezt nagyon kevés gyerek vállalja. Valóban így van, ahogy mondod, megtanulni úszni az fontos. A gyerekem megy, akkor úttörőtábor volt, ugye most egyéb helyekre megy, muszáj, hogy a vízbe biztosan mozogjon. De azon túl nagyon nehéz kiválasztani, de én próbáltam egy új szellemet hozni ide, és miután elmondtam, hogy én hol úsztam, hol dolgoztam, kikkel úsztam, egyre inkább a gyerekek ott maradtak, és hamarosan egy 80-90 fő szakosztály alakult itt ki, akik ugye szépen hozták az eredményeket, bajnoki címeket, először az ifi korosztályba, aztán felnőtt döntőkbe kerültünk, aztán külföldi eredmények, szóval jöttek a sok munka, meghozta tulajdonképpen az eredményét. Csak történt valami, az Árpád-fürdő életveszélyes lett, és bezárták. És akkor jött, ráadásul ugye a rendszerváltás időszakát éljük. Így van. És akkor a volán egyik pillanatról a másikra, ami meglehetősen furcsa, hiszen eredményes volt az ötös a szakosztály, és ott azért kvalifikált úszóedző kell ahhoz, hogy ebben a sportágban megállja a helyét, de megszüntette az úszó szakosztályt. És akkor jött a gondolat, és jött Dániel András, azt hiszem, hogy ez már legenda. Igen. És példa arra, hogy mi mindent lehet elkötelezettséggel, hivatástudattal csinálni egy sportágban. Igen, ugye a család leült odahaza, a családi ház nappaliában, és azt mondta, hogy na most mit lehet csinálni egy úszóedzőnek, ahol egy kanál víz sincs.
Tehát nincs szakosztály, és nincs uszoda. Nincs uszoda, így van. Hát ugye jöttek a gondolatok, menj el módszertanisnak, egyik szakosztály, másik szakosztály, menj el erőnléti edzőnek, hívtak is. Hát gyerekek, én ezt nem tudom csinálni. Én vízi ember voltam, vagyok, talán leszek is. Tudjátok mit? Soha nem volt még ilyen Magyarországon, hogy egy edző uszodát épített ott, ahol lehetséges volt. Nekünk volt egy családi házunk, szerencsére olyan jó adottságokkal rendelkezett, hogy sikerült ott elhelyezni minden szabálynak megfelelt egy medencét, amely az óvodás és a kisiskolás gyerekeknek a tízezreit vonzotta a következő 8-10 évben. Tehát ez volt a legendás Delfin tanuszoda, a Delfin Sport Egyesület bölcsője, úgy tetszik, hiszen nem árulunk el titkot, hogy azokból a töpörtyükből, akik nálad tanultak meg óvodásként úszni, jött ki azok a korosztály, akik aztán az athéni olimpián már öten ott voltak. Így van. Téged, ha úgy tetszik, azt a fajta munkát képviselve. Így van. De mi, hogy lehet ezt összehozni? Nagyon is jól tudjuk, hogy a gulyás kommunizmus után, a rendszerváltás után jött a vadkapitalizmus, a rendkívüli munkanélküliség egyik pillanatról a másikra, és akkor jön egy ember, és egy megszállott ember, ezt jó értelemben mondom mindenképpen, aki fölépít, mondom, ahogy elkezdtem ezt a beszélgetést, a semmiből. Igen, hát ez tulajdonképpen sok ilyen lendítő dolog volt, meg persze gát is, nagyon sok gát, az építés alatt, az engedélykérésre, mikor bementem, hogy akkor én ez és ez szeretnék lenni, csak néztek rám, és akkor úszedző, kisi baros voltam, meg minden egyéb fűfa virág, úgyhogy de végül is ezeken átlendülve, nagyon sok kollégám, szóval, hogy idősebb mesterek látogattak meg, külföldről, belföldről, és bíztattak, és azt mondták, hogy ez egy olyan kis ékszerdoboz, ahonnan kiindulhat a jövő fehérvári úszósportja. Ezek le is vannak nekem írva, őrzem őket, és miután nálam ugye végeztek az apróságok, köfém uszodában, mert akkor volt egy uszoda, nem uszodának épült, hanem kajaknak, tanmedencének, tehát ott edzettek a sportolók a téli időszakban. Ott edzettünk egy-két évig, amikor aztán felépült a városi 50 méteres medence, és onnan már egyenes út vezetett oda, hogy sportoló gyereket tudjak nevelni a ebihal tenyészetemből. Igen, a töpörtyük pedig megmaradtak a Delfinben. A töpörtyük megmaradtak. Delfinben. Hogy állt fel egy napod? Hát egy napom az nagyon szépen áll föl. Reggel én 5 órakor már ott voltam a víz mellett, mindent rendben, és 6 órakor jöttek a gyári óvodák, akkor még voltak ilyenek, hogy gyári óvoda. Szülők bevitték gyereket 17:30-ra, 6 órakor már ott voltak nálunk, és este körülbelül 9 órakor ugye gépészeti munkákat is én végeztem, mert hát nem volt se gépész, se oktató, senki, csak mi voltunk ketten a feleségemmel. És 9 órakor visszamosással, ugye hát ez egy ilyen szakszó, visszamosással zártam a napot. Tehát azért ki lehet számolni, hogy ez körülbelül hány órai munka, de hogy nem 8, az biztos. És egyre népszerűbb lett. Tehát jöttek először a városból, a legbátrabbak, próbáljuk ki, nézzük meg, és ment a híre. És egyre több óvoda. Jöttek vidékről, egyik-másik helyről, és aztán végül is minden óvoda hozzám járt a városból, nem volt más lehetőség, de miután tényleg sikeres és jó munkát szerettem volna végezni. Úgy gondoltam, hogy itt minőséget kell adnunk, és ezt értékelték az emberek, a gyerekek, a szülők, a családok, úgyhogy azt hiszem, hogy jó munkával, sok munkával lehet eredményt elérni, és ezt fogják értékelni. Hogy lehetett menedzselni azokat, akik tehetségesnek bizonyultak? Ugye az úszásnál nagyon fontos a tehetség, de azt hiszem, aki már valaha is úszott pár ezer métert, az tudja, hogy az a fajta monotonitás az önmagában tehetséggel nem megy. Így van, feltétlen azt kell, hogy valaki ezt elbírja, mert ez óriási munka, reggel 2 óra, délután 2 óra, tehát ugye most már kiléptünk a városi úszodába, Delfi Sport Egyesületként, úgyhogy, de én próbáltam a gyerekeimet, szüleimet fanatizálni.
fanatizálni. Nem akarok név szerint kiemelni senkit, mert több ezer gyerekről van szó, így nagyon remekül húztak, lelkesek voltak, de volt olyan kislánynak, aki az apukája mindig megkérdezte, és apád hogy van? Ez voltam én, mert többet volt velem, mint ő vele. Úgyhogy ez még mindig cseng a fülemben, mert nagyon jó leső érzés, hogy egy család, egy szülő engem is ugye egy családtagnak néz, és azt mondja, hogy apád hogy van. Szóval ezek úgy megmaradnak az emberben, de a mondatok, szavak és a becsület tulajdonképpen, amit kaptam az emberektől. Miként lehetett kiválasztani a tehetségeket egy-egy úszásnemre? Hiszen azt tudjuk, hogy az alap a gyors, mell, viszont pillangóhoz már technika kell, a háthoz nem különben. Hogy lehetett úgy foglalkozni velük, hogy aztán egy bizonyos idő után, ha kellően tehetséges volt, specializálódhasson egy-egy úszásnemre? Minden gyermeknek megvan az a mozgássorozat, ami a legjobban fekszik az ő magasságához, testsúlyához, ízületeihez, hajlékonyságához. Tehát ez adja magát. Az alapokat persze elsajátítjuk, és utána úgy is kijön, és egy avatott szem meg fogja látni azt, hogy melyik úszás nem az, ami ő neki legjobban fekszik. És megkérdezem tőle, és hogy érezted? És akkor azt mondja, hogy hát ez nem tetszett, de az előző az nagyon jó volt. Ez is már egy jelzés nekem, mert nem elég az, ha én azt mondom neki, hogy csinálni kell, de rettentően érzi benne magát, akkor nem fogja szeretni csinálni. Tehát egy jó edző az egy kicsit belátó is. Szerintem igen, kell, hogy belátó legyen. Így van, belátó legyen, mert egyébként a gyerekek elpártolnak tőle. Ugyanakkor kell szigorúnak lenni? Mindenképpen. Tehát mikortól szigorú és mikortól megengedő egy jó edző, tehát Dániel András? Hát az igazság az, hogy a munkában szigorúnak kell lenni, szerintem, és a munka után és az egyéb úszáson kívüli dolgokban pedig megengedőnek, viszont ott is kell számon kérni, mert például ez ugye híresen elterjedt nálunk, hogy nálunk 3 egész alatt úszó nincs. Tehát én azt mondom, hogy aki 2,5, az menjen és oda-haza foglalkozzon az iskolai dolgaival, mert abból nem lesz ember. Hát ez egy nagy szó, de persze, hogy lesz, csak azt mondom, hogy fontosnak tartom az iskolát. Tehát azt mondom, hogy iskola és a sport, ez a kettő kéz a kézbe jár. Igen, ez egyértelmű, hiszen én ezt megerősítem azzal, hogy például az imént említettek, de a sárdi fivérek is ebbe a korosztályhoz tartoznak nagyjából, kiváló tanulók voltak mindjárt. Tehát nem volt olyan, hogy bukásra áll bárki is. Így van, és én büszkén mondhatom el, hogy a gyermekeim közül körülbelül 60-70% diplomás ember ma. Miként lehetett menedzselni a tehetségeket? Hiszen azt megbeszéltük, hogy voltak éppen a nagy tömeg, tehát az a sok-sok gyermek, óvodás, kisiskolás, az megtanult úszni, az rendben van, viszont a tehetséget el kellett kezdeni menedzselni. Az úszószövetségben mikor figyeltek fel arra, hogy hát Fehérváron itt van az a Dániel Bandi, aki fantasztikus munkát végez? Igen, ez elég hamar bekövetkezett, mert tulajdonképpen én a sportmúltamból ismert voltam az úszószövetség vezetői előtt, és mindig érdeklődtek, hogy mit csinálsz, hogy csinálsz, amikor elmondtam ezt az egész történetet, hát csodájára jártak, és ők is eljöttek megnézni ezt az egész dolgot. Úgyhogy ahogy alakult, és a város ugye, hát mert feltétlenül kellett, hogy a város mellém álljon ebbe a történetben, egy úszedző egyedül nem sok mindent tud csinálni. Vállalkozók, a sporttal foglalkozó alpolgármester, polgármester urak természetesen ezt észrevették, mint egy jó városvezetőnek kell, és mellém álltak ebbe a dologban, nagyon boldog voltam és örültem, és megkérdezték, hogy miben segíthetnek, mit tudnak támogatni, és ez így együtt a kettő, a szövetség és a város együttes támogatásával tudtuk ezt egy picikét átlendíteni a holdponton. Tehát ez 365 napos munka. Egyébként említetted, hogy egyszer Orbán Viktor is meglátogatott, még nem miniszterelnökként, és az is egy adalék volt, egy a jobbító szándék megnyilvánulása, hogyha valaki odafigyel vezetőpolitikusként, hogy egy kisvárosban, egy kisuszodának mire van szüksége, és hogyan lehet jobbá tenni.
Igen, ez így volt, igen. Akkor egy viszonylag nagy, mély gödörbe voltunk a vállalkozásunkkal, ugye ez a Delfinuszodának a vállalkozása, és írtunk neki egy levelet, mint Fidesz elnöknek, és ő azt írta vissza, hogy örömmel ellátogatok, és várta, hogy elmondjuk, hogy milyen problémáink vannak. És azt mondta, hogy nagyon segít, és mindenbe segít, mert ő ilyen vállalkozást nem látott még, egyébként Magyarországon nem volt még előttem ilyen, ma már vannak többen is. Tehát azt hiszem, hogy ő is felismerte azt, hogy a gyerekekért tenni és dolgozni, az egy nagyon nemes dolog és fontos dolog, mert aki ugye egy gyereknek az életét megmenti, az egy fantasztikus dolog. Úgyhogy eljött, és mindenbe, amit kértünk, helyt tudott állni, segíteni tudott. A tiéd egy misszió, egy olyan fajta küldetés, ami példaértékű. Hogy találtál ahhoz hasonlóan gondolkodó munkatársakat? Hiszen gyorsan bekövetkezett az a pillanat, amikor egyedül az emberfia még 24 órában is kevés. Így van, ez feltétlen így van. Már jóval hamarabb is kellett volna, de nem volt anyagi lehetőségünk munkatársakhoz hozzájutni, megfizetni őket legalább alapszinten, mert ha egyszer valaki dolgozik, valami pénzt is szeretne látni. De aztán az évek folyamán kialakult, hogy a különböző iskolákban lévő kollégák, barátok azt mondták, hogy nincs neked szükséged valakire, hát egyedül vagy meg a feleséged, aki mindenbe támogat és segít, de ő nincs a vízbe. És akkor mondta, végre valaki ezt megkérdezte tőlem, dehogy nincs, de nem nagyon van pénzünk. Nem baj, amennyi van, elég lesz, köszönjük. Örülünk, hogy segíthetünk, és egy ilyen nemes dolog mellé odaállunk. És jöttek sorba a Kádiné Lenti Marian, a Rácz Péterék, Rászné Anikó, szóval sokan jöttek. És jöttek a sikerek is. Tehát amikor visszautalunk arra, hogy Athénban a sportág, azt mondom, és az olimpia bölcsőjénél négy delfines képviseli a magyar színeket, én sportkedvelőként, én akkor is, tehát egy kicsit megmozdult a szívem, egy kicsit megkönnyezzük, hiszen amikor látjuk, hogy székesfehérváriak, és nagyon is jól tudjuk, hogy milyen sok munka áll mögöttük, és ez vonatkozik a Vörös Zsuzsáék sikereire, mindenkire, aki fehérvárokként a koronázó várost képviseli, és hazáját képviseli. Te mit éreztél akkor, amikor ezek a pillanatok ott előtted játszottak le? Hát ugye meg kell mondanom, hogy az ember egy picikét elérzékenyül természetesen, hogy akivel annyi munkát elvégzett, az most egy olimpiai rajtkövön áll, egy világbajnoki rajtkövön áll, és hát egy-egy kis könnyebb is kicsit kigördül a szemén ilyenkor, és igyekszik minél jobb eredményt elérni, minél jobban ott még a versenyzőnek adni lelki támaszt, hogy még jobb legyen, és még jobb legyen. Érkezzünk meg a közelmúltba. Ugye tudni kell, hogy az alap és a felépítmény az úgy működik, legalábbis emberi viszonylatban, hogy a tanítványból követő lesz. Először csak jó úszó lesz, aztán ha úgy dönt, akkor folytatja edzőséget. Nagyon sok székesfehérvári úszóedző van, akit a te példádat követve lett úszóedző, és ma már eredményes edző, és elismert Magyarországon. Igen, hogyha az úszodába most belépünk, akkor körülbelül 70-80% az én úszom volt valamikor. Az én egyesületemben és jelen pillanatban olyan edzők dolgoznak, akik úsztak nálam. Tehát Horváth Marci, Nagy Krisztina, úgyhogy azt hiszem, hogy csak a megbecsülés szavait, mert az, hogy az embert, ugye a gyerekek azt mondják, hogy ez egy jó fej, legyünk már mi is olyanok, mint ő. Tehát nem akarnak, jaj, ez borzasztó, menjünk más pályára, ez rettenetes. Azt gondolom, hogy ha példával járunk, előnék olyan példával, hogy a gyerekek azt mondják, hogy én is szeretnék azt csinálni, meg úgy csinálni, ahogy ő csinálja. Szerintem ezzel nagyon sok mindent adhatunk a gyerekeinknek, mert egyben látják a munkát, látják az elkötelezettséget, és látják azt, hogy egy jó szakmát csinál.
Hogy áll most? Az egészséged rendben van, hála Istennek, ugye? Igen. Jó, tudom. Oké, rendben. Nos, viszont hogy áll most az Egyesület? Az Egyesület a lehető legjobban áll. Gyakorlatilag én elmondtam, most ugye volt ez a ünnepség, aminek nagyon örülök, és tényleg nem minden héten kap az ember egy ilyen rangos kitüntetést. Váltottam. Tehát most az élsport egy picikét háttérbe szorul, és ismét elkezdtem egészen kisgyerekkel foglalkozni. A kollégák jöttek és csodálkozva kérdezték, hogy hát ez most mire jó neked? Mondom, arra jó, mert az egész életem azzal telt el, hogy fiatalokkal gyerekeket neveltem. Most kifutott egy olyan generáció, akik most már maguk lábán állnak. Amerikában, Magyarországon, bárhol a világban, és megállják a helyüket. De van egy csomó kisgyerek, aki ismét arra vár, hogy melléjük álljak, oktassam, neveljem őket, és hát én most ezt kezdtem el is ismét. Tehát ez lehet a jövő. Igen, én is megerősíthetem, hogy ez egy remek gondolat, mégpedig azért, mert tapasztalom napról napra, hogy egyre kevesebb, hiába van a mindennapi testnevelés, én azt gondolom, hogy legalábbis most még nem ért el a célját, egyre több, úgymond idézőjelbe teszem, nagyon mozgássérült fiatalt látok, akik soha semmit nem sportoltak, és szerintem a 20 méteres gyaloglástól is, ugye ez a telefonos online világban élünk, és ezért van óriási szükség, tehát akkor vissza az eredendőhöz, és akkor megint ott vannak a kicsik nálad. Van rá érdeklődés egyébként? Nagyon nagy érdeklődés van, igen, nagyon nagy érdeklődés van, és azt gondolom, hogy ahogy mondtad is, ez az online világ, ez a virtuális világ. Mi gyerekkorunkban valóságban éltünk. Most sajnos ez a generáció eléggé elvonatkoztatja magát, és valami virtuális világba kezd el szakadni, és én nem feltétlen azt mondom, hogy legyél élsportoló, és ússzál napi 8 órát, vagy 6-ot, vagy akármennyit, hanem ha csak azért jársz le úszni, hogy az egészséged jobb legyen, hogy mozogjál, jöhetsz, hozzánk jöhetsz. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy siker a szülők részéről is, meg a gyerekek részéről is, mert legyünk őszinték. Ma más van, mint 1970-ben. Sokkal kevesebb munkát, vagy sokkal sokrétűbb munkát, tehát a sportra kevesebbet, de az élet más részein sokkal nagyobb munkát vállalnak a mai fiatalok. Ugye az iskola, az egyetem, az különböző szakkörök, a különböző elfoglaltságok, tudjuk, hogy mennyi sportág van a városunkban, mennyi különböző lehetőség van, ahol a fiatalok boldogan lehetnek és örömmel is mennek. Nem feltétlenül muszáj mindenkinek csak a versenyúszással foglalkozni. Szeret jönni úszni, akkor adjuk meg a lehetőséget, hetente 2-szer vagy 3-szor, és úszon az egészségéért, az életéért, adjunk neki egy olyan elfoglaltságot, ahol jól érzi magát. Egyetértek. Egy kérdés még. Milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést, hogy május 1-én szeretettel és tisztelettel várnak a MOL Arénában? Polgármester úrtól kaptam egy nagyon szép levelet, amelyben tisztelettel, szó szerint így írja, tisztelettel meghív, és ott meg fogom kapni Székesfehérvár sportjáért kitüntetést. És azt hiszem, hogy egy nagyon boldog napom volt akkor, és egy nagyon boldog ember benyomását kelthettem a feleségem szemébe, mert ugye együtt bontottuk ki a levelet. Úgyhogy hát miután tényleg úgy van, hogy az ember általában nem minden héten kap különböző díjakat, meg kitüntetéseket, a városba sem kap nyilván minden alkalommal, nagyon boldog voltam. András, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és gratulálok még egyszer. Bizonyosak vagyunk benne, hogy még sok dolgod lesz, de hát ez így van rendjén. Jó egészséget kívánok ehhez, és köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetést láttak, mégpedig Dániel András úszóedzővel, aki május 1-én átvehette a Székesfehérvár sportjáért elismerést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!